Na, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ja, nem, rosszal kezdtem. Úgy kell kezdeni, hogy... Igen, így, oké, na. Jó van, srácok, hát akkor megint csak Tomb Raider, tegnap nem volt, most már van megint. Oké. Na jó van, srácok, hát akkor innen fogjuk folytatni. Üdvözlök mindenkit megint csak... Micsoda? Ja, azt hiszem, nekem írjátok. Nem, oké, na, szóval... Üdv mindenkinek, még egyszer srácok, picikét még várunk. Hát ha valaki lemaradna az elejére, azt nem szeretném. Nem mintha nem lehetne visszanézni majd másnap ugyebár a YouTube-on. Egyébként minden linket megtaláltok ott a live alatt, srácok, csekkoljátok le őket. YouTube csatornákból van ott három. Egyéb információk, szabályzat, minden dolog ott van. Na és akkor még amíg itt várakozunk, akkor elmondom, volt egy kérdés, hogy miért jobb itt live-olni? Azért, mert sokkal nyugodtabb a légkör. Eleve jóval kevesebben vagyunk, ami nem baj, mert legalább olyan társaság van itt, aki tényleg a live-ra figyel, leginkább, el tudnak egymással beszélgetni, hogyha éppen úgy van. Úgyhogy ja, tehát sokkal nyugodtabb az egész, nincsenek dedósok, nincsenek trollok, nincsenek idióták, szóval na. Igen, és olvasom a chatet és válaszolok, hogyha olyan, nyilván, hogy most ez a Tomb Raider pont egy olyan játék, ami történet alapú, szóval itt azért fontos, hogy nézzem a történetet, akkor nyilván nem fogom tudni olvasni a chatet. De az időnként ránézek még most is, és Lacolka, neked mondom, hogy írtam neked e-mailt, válaszoltam, leellenőriztem azt, amiről beszéltünk, most nem akarom mondani, miről van szó. Megnéztem is minden stimmel, bár nem teljesen úgy működött, ahogy te leírtad nekem, hogy majd működnie kell, de mégis működött. Majd a levélben elolvasod, hogy mit írtam. Na jó van, srácok! Itt van Milánka, szia Milánka! Szia Anna! Szia Nikó, úgy gyerekek, na jó van. Akkor, itt tartottam, 28%-nál járok egyébként. Ezt kettő darab live alatt értem el, ezt a 28%-ot. Szóval lenne is kiszámolni, hogy hány live lehet még ebből hátra. Bár attól függ, hogy mennyire fogok elakadni, nyilván, ha nagyon el fogok akadni, akkor hát, hogy még több live lesz belőle, mint most így gondolom. Oké, Lacorka, jó van. Na, és akkor itt vagyok most. Skacok. Hú. Várjál. Igen, itt vagyok most. Jó, rendben van. Ugye most megmenekültem onnan a leomló akármicsodából. Azt hiszem az volt legutoljára, úgyhogy most körülnézek, hogy itt mi van. Egy... Vagy várjál? Nem, fenéket. Ide jöttem be, és itt léptem ki. Azt hiszem. Mert ugye a tábortól indultam. Legalábbis úgy gondolom. Ha mégse így volt, és ha láttátok az előző live-ot, akkor javítsatok ki nyugodtan. Bár itt nem sok minden van, úgyhogy lehet, hogy mégis ki kell menni, vagy pedig... Hát, esetleg itt kéne fölmásznom az elképzelhető, várjunk. Ne, itt nem hiszem, hogy meg lehet kapaszkodni, aha, itt nem, sajnos. Na, akkor viszont. Igen, Sáska, most próbálom csak ezt a játékot. Tehát próbálom nem megszakítani, ugye korábban mindig... Ilyen vegyesen voltak ezek a live-ok, de az annyira nem jó, mert nem annyira tudok utólag már odafigyelni a történetre, főleg egy ilyen játéknál. Szóval most inkább Tomb Raider-ezés lesz, ez most egy ilyen időszak. Hát akinek nem tetszik, az nem nézi, akinek tetszik, az nézi. Ó! Oh! Na várjál. Ezt elnéztem. Mert elterjedt a figyelme az a cuccot. Igen, és akkor... Azt mondja, oda tudnék lőni egy kötelet, amit rá tudok majd ide tenni, jó, oké. És itt egyébként nem tudnék átugrani, dehogy nem. Ó, bőven. Szépen kényelmesen. Na-na, ne károgjál. Ó. Szertartás? Akkor ez valami szekta lesz tényleg, srácok. Viszont Lara automatikusan vette elő az íveszőt. Bocs, haber, nem mondod végig. Tudj ki a fejed. Szemétládák. Oké, ez megvolt. One shot, one kill, no luck, just skill. Szia Cartman, hellóka! Meg mindenkinek, aki most jött, annak is hellóka, hellóka. Semmiről senki nem maradt le, öltem most hármat, ennyi történt igazából.
De ilyen nagy fejtörők még nem voltak, ugye most kezdtem el a lába, picit vártam is még az elején. Ugye erről jöttem, igen. Viszont ott mi volt annál a kötélnél, most engem az idegesít, hogy ott át tudtam volna menni. Most menjek vissza, nézem meg, vagy menjek inkább tovább. Mert gondolom, hogy ez lesz a fő irány, aha. Úgy, szépen rátekerjük oda. És akkor... átcsúszunk. Potty! Nem volt még csirke Milán. Most kell a shotgun. Nem mondom a shotgun. Ah, újabb átvezető animáció. I'm here, Sam. Are you okay? What did he want with me, Lara? A fire ritual? This is so fucked up. Listen, I'm coming to get you. I'm going to get you out of there. Please help me, Lara. I promise. Hú, basszus, rájöttek, hogy elvitt a rádiót a csaj. Az nem jó. Gondolom, nem örülnek neki. Na mi van, Lara? Min agyalsz? Aha, ott vannak lőszerek. Jó, az a lőszer nekem kell. Azt mindenképpen felszedem. Egyébként srácok, nem recseg a hangom. Tudjátok, hogy az Aunának van egy ilyen nyűgje, hogy néha elkezd recsegni. Írjátok nyugodtan, hogyha pattog, vagy valamilyen hangja van. Már ezt nem tudtam fölvenni, vagy ja, teljes? Persze. Viszont visszaugrok, meg átnézem, hogy itt mi van. Ez például micsoda. Ez olyan, mint ez a nagy harang, amit lelöktem, csak ez picikét kisebb annál. Amúgy meg itt jöttem át. Aha, itt jöttem át. Jó, akkor úgy tűnik, hogy itt nincs... Várjunk. Még azért van valami. Aha. Ezt fel tudom gyújtani. Fel tudnám gyújtani, csak az a baj... Majá. Így, né? Oké. Okay. Ebben van még szemlőszer, meg ilyen cuccok, illetve ebben most felszerelés van, hogy mi az alkatrész, és oda át kéne ugrani. Innen át tudnék oda ugrani? Hát megpróbálom, srácok. Ó, hát bőven. Minden gond nélkül. Itt is van még cucc. Mi? Az mi volt? Most ez... Ez csak ennyi? Ezt meg tudom gyújtani? Ezt innen nem, ezt valahogy le kéne onnan szedni, de hogy tudnám? Srácok, ez mi? X Krisa épp most fizet elő a következő használatával, Twitch Prime. Nagyon szépen köszönöm a szubot. Jó, srácok, ezt egyenlőre hagyom, inkább átugrok ide, és megnézzük, hogy itt mi van. Ah! Oké, ez megint lőszer volt. Ebből ez még nem volt teljes. Itt van megint egy újabb tűz. Meg itt van egy megvizsgálandó... Ja nem, ez dokumentum. Jó, ezt mindenki elolvas, szerintem. Mindenki gyorsan olvas. És akkor itt mi van? I don't know. Itt is van még cucc. Oké. Itt van egy láda, ezzel tudok valamit csinálni? Aha, tudok, ki tudom feszíteni. Úgy is van. És alkatrész volt benne. De várjunk már! Ez a rész nekem olyan ismerős, itt van egy repülő. De ez egy másik repülőnek tűnik nekem. Vagy itt nem itt jártam én. Vagy visszajutottam volna valami régebbi helyre? Mert rohadt ismerős nekem. Ugye itt van ez a szobor, itt van ez az épület. Ez nekem... Ezt nem tudom fölvenni. Ja. Szerintem jártam már itt. Vagy nem, hát csak nem kerülhettem vissza. Hát ez nagyon messze volt attól, ahol most vagyok elvileg. Várjunk, ezt széttom. Ja, itt nem voltam. Jó, ezt szépen kifeszítem. Úgy. Á, itt is van alkatrész. Jó, ez is megvolt.
Itt van egy tárgy, de ezt meg tudom vizsgálni. Szállított gobó gyökér. Ez a bojtorján. Egy gyökér, amit hagyományosan a gyulladásra alkalmaztak a kampóban. És akkor ezt meg tudom vizsgálni, ugye? Megint csak. Hát ott vannak benne a gyógynövények. Ez a nagyon megvizsgálni nem sok minden van szerintem. Kerestem rajta feliratot, vagy valami ilyesmit, de nem. Nincs. Na jó. Itt még van lőszer. Oké. Okay. Viszont akkor itt nem voltam, viszont... Ha ezt én kihúzom... Várjunk. Meghúzom. És ha neki lendül, széttöri. Vagy ez semmi? Ez csak ennyi? Várjunk. Ott föl tudnék mászni. Valahogy föl kéne oda jutni. Itt nincs valami... Ó! Á, nem! És innen a dobozokról... Nem? Jó, nem jó, nem jó. Még egyszer. Hát, hogy nem is erre kéne, hanem inkább itt. Aha. Ez az. Aha, oda kéne átpattanni valahogy. Várjunk csak. Itt semmi. Van egy zászló, de azt gondolom nem ilyen megjuthatós. Ne. És... Ez az. Mász már, Lara. Gyerünk, ügyesen. Jó, és át. Oda, ez az. Ez teljes? Nem, igen, de ez teljes. Itt nincs semmi. Sehun semmi, gyerekek. Á. Hogy? Jaj, megint lőszer, meg alkatrész. Azt nem tudom fölvenni a lőszer, csak az alkatrészt. Ezt szét tudom lőni. Oké, okay, de még megnézem, hogy itt mi van. Megint van nyíl. Ez is már teljes. Ott van még alkatrész. Jó, srácok, már van 649 alkatrészem, ez már megint bőven elég lesz ahhoz, hogy tudjak fejleszteni valamit. És az a kötél darabka ott mi? És azon agyalok. Várjunk csak, itt fönn mi van. Ja. Igen. Ebben is van még alkatrész, ahogy látom. Így van. Ó, egyre több. Egyre több és több. És akkor szerintem ennyi. Itt legalábbis alaposan körülnéztem. Ott át tudnék csúszni oda le. Én most nem akarok még lemenni. Mert kíváncsi vagyok, hogy amott mi van. Oda kéne valahogy átjutni. Oda tudnám lőni? Nem. Nem, az oda kéne lőni, hogy oda tudjak csúszni, ott van megint lőszer, ahogy látom. De oda kéne átjutnom. Viszont akkor azt onnan lentről fogom tudni csak megtenni. Lara, kérlek, úgy ügyesen. Oda át. És onnan. Puty. Aha, de ez a kötél, ez mit keres itt? Én most ide lövök egy kötelet. Akkor semmi. Aha. Megvan, mit kell csinálni. Nem, mégse. De igen. Oké. Okay. Jó, tökéletes. Ott van valami cucc. Megint találtam ilyen GPS tároló valamit, amit még most sem tudom, hogy mire jó. Viszont itt fel tudok mászni. Nem, itt nem. Esetleg... Valami, itt valami fal nincs, amit csákánnyal meg tudnék, nincs. Jó. Akkor visszamegyek oda. Át ide, és akkor... Köszönöm szépen a követést. Ott van valami cucc, meg tudom gyújtani. Vagy nem. Ott lóg lefele. De innen nem érem el. Aha, majd innen. És meggyújtom. Jó, mondjuk ez nem tudom mire való, megmondom őszintén. Az előbb is ugye volt egy ilyen meggyújtott cucc, de nem tudom az most mire való pontosan. Viszont ha itt erre jövök, itt még mindig vannak dolgok. Sőt,
Nem ezzel. Á. Vagy ezeket már megnéztem volna? Csak másik irányba jöttem? Na most nem tudom hirtelen. Jó, akkor eljövök erre. És itt fel tudok mászni, ugye? Vagy nem? Nem? Na akkor erre. Na most igazából most eljutottam oda, amit a kötéllel is elérhettem volna, ugye onnan föntről. Mert itt van az alkatrészes láda. Csak most megkerültem az egészet. Nem baj. Majdnem 700 alkatrészem van. Ez már bőven elég lesz egy fejlesztéshez, illetve többhöz is szerintem. Ezt megint meg tudom gyújtani. Úgy is van. Föl tudnék mászni, de minek, amikor erre is tudok jönni. Ezt megint meggyújtom, bár nem tudom igazából minek. Szia, betoncica! Hello! De régen láttalak. Jó, és akkor... És akkor mi? Na szóval, leereszkedés a hegyről a Solari bázisra. Oké. Okay. Jó, most nekem minden le kéne jutnom mindenképpen. Valahogy. Valahogy. Hát, itt szerintem már nyugodtan leesetek. Ez már nem olyan magas. Ah! Jó. Megoldottam. Jó, na akkor srácok, itt teljesen átnéztem mindent. Itt van még ez a Buddha szobor. Ezt meg tudom gyújtani, meg is gyújtom. Köszönöm szépen a követést. Ja, hogy a szobrokat meg lehet világítani. És van még 8 ilyen szobor. Aha. Jó. Köszönöm. Itt is volt még bent. Igen, meg itt is volt még valami. Ez mi? Na végre. De ne ezen akartam. Jó, és akkor vissza. És akkor erre. Úgy kacok. Na nézzük a fejlesztéseket. Közben arra mondja magáét, de mindegy. Szóval, van egy ilyen képességpontom, úgyhogy nézzük meg, hogy hova kéne ezt elosztani. Mik vannak itt? Na mi van? Na végre. Szóval, nyilvessző visszaszerzés, az megvan, csontgyűjtő. Tájékozódás, térképészet. Nézzük csak meg. Mi van? Miért nem tudok átváltani? Gyerekek. Na akkor így. Mi van már? Gyerekek, valami nem stimmel. Na végre. Szóval csontgyűjtő elhagyítette meg Jonas kiveszelése után. Jó, az nem érdekel. Extra lőszer? Viszont az lehet, hogy hasznos lenne. Nézzük meg, hogy mi van a többinél. Biztos lövés, ugye az megvan. Ezek meg le vannak lakatolva még mindig. Szóval ez itt már kiesik. És ebből ezt tudnám. Piszkos trükkök. Igen, közelharc. Hát én közelharc az azt, hogy annyira nem szoktam használni, úgyhogy ez nekem jelenleg nem kell. Akkor viszont elosztom. Elosztom. Legyen ez. Megint, de miért nem kattintva? Néha nem mutat rá az egér valami, mint hogyha nem oda mutatna, ahova mutat. Most is. Nézzétek. Á, már itt aktív. Mi a franc? Jó. Ez nem tudom milyen bug, de mindegy, elég érdekes. Jó. A lényeg az, hogy megvan ez is. És akkor jöhetnek a felszerelések. Ugye van 694 alkatrészem, ami azt jelenti, hogy ezt eléggé szépen el fogom tudni osztani. Na erre tudnék tenni még megerősített íszárakat, illetve kulcsgyűrű kapcsolót. Nézzük csak meg. Aha, ez az. Srácok, ez csak 50-be kerül. Hát ezt én így be is aktiváltam. Illetve kulcsgyűrű, összetakolt kulcsgyűrű kapcsoló tovább növeli a tüzelési arányt. Jó. Ez is megvan. Ez mondjuk elég drága volt, de van még 194. Nézzük meg mondjuk a... nézzük meg mondjuk ezt. Ez már túlságosan drága. Ez is. Meg ez is. Jó, akkor ez kiesik. Nézzük meg akkor ezt. Vadászpuskát.
Ezekre már nincs semmim. Kis pisztolyra esetleg. Aha. Nem, ez is 200. 250, 300. Jó. Akkor marad még a csákány. Hát ez ennyi. És akkor van még a felszerelés. Alapértelmezve panelsz. Ezzel tudok valamit csinálni? Na, tehát várjunk. Ez most megvan, ugye ez az alapértelmezett. Ez a felszerelés egy vastag sárba vonattal átszáz. Ja igen. De ez amúgy tök ingyenes, vagy mi? Igen. Ez a kalandoros, ez nekem úgy tetszik. És akkor most arra másképp fog kinézni, vagy mi? Azt hiszem más lett a ruhája. Na jó van. Oké, akkor ez megvolt. Akkor... És akkor most nekem tovább kéne jutnom? Szerintem srácok, nekem ez a rész már nem is ismerős. Mert olyan értelemben, hogy annó, mikor ezt játszottam, akkor ez már nekem kiesett. Tehát itt ezt én már nem játszottam ezt a részt. Mert ugye akkor én félbehagytam. Mert nagyon szaggatott nálam akkor a játék, és meguntam. Úgyhogy én most nekem jelenleg halvány fogalma sincs, viszont... Viszont most akkor... Na várjunk. Igen, ugye ez van, leereszkedés a hegyről a szolári bázisra. Szóval lefelé kéne valahogy mennem. Remélem jól értelmezem. Gyerekek. Na ott van egy repülőgép törzs. Oda el tudok valahogy jutni, vagy teljesen fölösleges arra fele mennem. Úgy gyerekek. Marthúg! Egyelek meg! És két hónap, kapásból két hónap. Nagyon szépen köszönöm a két hónapot, Mard. Egyelek meg! Jaj, de aranyos vagy! Hát, komolyan mondom, gyerekek, mi van veletek? Mi van veletek? Köszönöm szépen! Megleptek, ezekkel mindig megleptek, mert ezekkel megleptek. Na, kész, ennyi. Ó, várjunk. És kacok, erre viszont még nem voltam. Ja, erre nem voltam még, igen, igen. Ezt nem tudom felvenni, mert ebből tele vagyok. Jó, megint alkatrész, hanem van már 209, itt megint lőszer. Ez is megvan. És egyébként szia, Mard. Az kimaradt, a köszönés kimaradt. De szia. Itt is van valami. Ó, gyerekek, itt van valami jóság. Ezt kifeszítjük, ezt a lárikaut. Oké. Nézzük meg ezt a házikaut. Hú, ez recsek ropog. Azt mondja, hogy... hát nem tudom elolvasni. Father? Father? Father Matthias will set us free. Szóval, Matthias atya megment minket. Fear the demons, fél a démonoktól, ez tele van egyébként. Aha, itt megint meg tudom vizsgálni. Na, USMC dögcédulák. Az amerikai katonák soha nem hagyták volna el ezeket. Nem hiszem, hogy ezek közül bármelyik kijutott innen élve. Ú, gyerekek, az úgy felügy. Hát, elég sok dögcédula van egyébként. Jó, hogy tudok közelíteni is, ezt miért nem néztem eddig? Ezekre viszont vannak írva dolgok, de hát nem tudom elolvasni, mert annyira, hát, olvashatatlan. Jó, hát mindegy. Oké. Okay. Megint egy ládikó. Oké. Okay. Ebbe is volt cucc. És a, még itt is van még valami. Igen, alkatrész. Malac hang! Malac! Várjátok! Gyere! Bocsi! Bocs! Nem baj, srácok, az XP-ért. Ez csak az XP-ért. Oké. Okay. Lett 80 XP-m, vagy kaptam, vagy hát összesen van most azt hiszem talán annyi. Jó, és akkor várjunk? Én följöttem eddig, itt van az a repülőgép roncs, ezzel nem tudok mit csinálni. Itt van ez a kötél. Hát az a köt... Meg ott is van egy kötél. Ott föl tudnék mászni oda. Odáig. Várjál.
Várjál, várjál. Hogy kéne fölmászni? Ha csak simán fölugrok itt, akkor az már elég. Nem hiszem, mert túl magasan van. Vagy ez csak arra jó, hogy onnan föntről jussak le ideig? Szerintem igen. Szóval visszafele nem működik. Jó. És akkor ez? Nem. Úgy gyerekek, most viszont nem tudom merek ide menni. Annyira teljesen, most teljesen elakadtam, megmondom őszintén. Itt gondolom nem tudok átugrani itt a kerítés fölött. De igen! Ó, király. Viszont akkor most megint ott vagyok, ahol az előbb voltam. Hú! Jó, na várjunk. Jó, most akkor használom ezt, de nem így. Nem így. Na, így. Jasz. Hova kötötte ez? Sehova? Ja, mert egyre följebb kellett volna mennem, bakker. Hirtelen azt hittem, hogy itt van lenne a másik fele, de nem. Szóval erről. Úgy. És akkor most szépen lecsúszak. Jó. Na mindegy, srácok, akkor meg kéne próbálnom lefele tartani mindenképpen. Vagy pedig átjutni oda. Mondjuk igazából... Várjál. Erről jövök. Hé, itt volt valami. Ez mi? Valami jel volt itt. Aha. Ja, ez csak ennyi, hogy meg tudok avaszkodni. Jó, mindegy. Akkor az nem érdekes. És akkor erről tudok-e bármit csinálni? Ó, itt van egy cucc. És kacok, cucc. Ez az. Jó, ez meg volt. És akkor? És akkor fingom nincs. Várjál, ott nem tudok följebb mászni? Ez meg, megint nincsen meggyújtva? Vagy mi? Vagy ezt meg se gyújtottam eddig? Jó, de srácok, hogy kéne följebb mászni? Várjál! Aha! Igen. Elkúszunk erre. Igen, és... És... Nem! Hát csak jól mondtam, gyerekek! Hát csak jól mondtam, itt már jártam! Hát persze, hogy jártam, és akkor is pont erről jöttem, és itt vannak ezek a jelek. És akkor is kiírta, hogy van egy titkos hír a közelben. Bakker! De á! De akkor most merre kéne mennem, ha nem erre? Várjál, viszont itt... Aha, hát ezt nem fogom tudni sajnos szétlőni szerintem. Viszont ezt akkor megjutom, ha már ide jöttem. Meg az a titkos sír. Titkos sír az hol van? Itt nem tud bejönni semmiképpen, igaz? Nem. Á, de bakker, visszakerültem ugyanoda. Itt, hogyha fölmászok. Na. Gyerünk, másszál arra. Darab baba. Igen, és az a titkos sír kéne nekem, ha már egyszer megint ideig eljutottam. Ugye egyszer már ugye voltam itt, amit az előbb mondtam, de akkor nem találtam meg a sírt. Pedig ki kéne fosztani. Hogyha oda fölmennék. Várjunk. Van itt ez a kötél. Nem, szerintem ezt srácok, ezt én hagyom. Inkább lejövök. Nora. Picit magas volt. Várjál, Q. Na én most srácok. Igen, tudom, a szikla az meg lett mászva. Ott is tudnék mászni. Az a titkos... Ott van bent! Ott van a titkos sír! Skacok! Na nézzük a titkos sírt! Legyen már valami igazán Tomb Raider-es ebbe az egészbe. Ez lesz a sír. Na, ha már idáig eljöttem, még egyszer véletlenül, akkor legalább nézzük meg ezt a sírt. Oké, egy kis fákja. Fény. Ú,
De sötét van. Na itt tényleg csak akkor látok, amikor itt a talajt megvilágítom magam előtt. Meg most már itt ennél a cuccnál. Igen. Itt van egy tábortűz. Megint. Várjál, felszerelés. 3-20 van most. Nézzük meg, tudok-e fejleszteni bármit. Nem. De ezt mondjuk tudnám. Polírozott letesz. Gyorsabb ciklus lövések között javítja a tüzelési rátát. Jó. Meg van a pánoszott markolat. Jó. Elköltsem ezeket. Srácok. Vegyünk egy ilyet, gyorsabban fogunk tudni vele lőni. Lehet, hogy később majd hasznunkra válik. Vagy a képességpontom nem volt? Most nem is tudom hirtelen. Nem. Akkor nézzük meg, hogy itt mi van. Itt kiútak a vízesésből. Aranyozott figurák, a napkirálynő valami. Nem tudtam elolvasni. És srácok, elvileg akkor most vagyok jó helyen. Mármint olyan szempontból, hogy ezt a sírt ki tudnám rabolni. Csak itt ugye ez most megint fejtörés lesz. Aha. Az leereszkedik, az fel. Gondolom, most az van, hogy akkor itt át ne lendülnöm oda. Aztán vissza, vissza. Na most ez így nekem nem jó. Hát lesüllyedtem. Jó, lejövök. De melyek, hogyha lejövök, akkor gondolom ott fogok valahogy csak vissza fogok tudni mászni. Nem mindegy, lejövök itt. Le a csontokhoz. Gyerekek. Ezek itt nagyon szarul jártak, ezek a csontok. Mármint akiké volt a csont. Ezt lehet mindent kapni, ezt nem. Várjál. Akkor átugrok ide. És akkor igazából megint ugyanott vagyok. Akkor megvan mit kell. Le kell ötnöm ezt a rácsot. Ugye felemelkednek azok ott, és gondolom gyorsan kéne átlendülni, még miért le nem csúszok teljesen. Jó, hát akkor lelököm. Megint csak felemelkedik. Úgy van, és akkor most gyorsan. De nem megy! Nem megy! Miért nem megy? Nem, más. Ezeket meg kéne gyújtsam? Várjál. Nem. Pedig valami... Ott volt pedig a jelzés. Várjál. Aha, most igen. Gondolom el kell égetni, mert túlságosan nehéz így a rács. Sőt, a francokat. Vagy de, lehet, hogy inkább ezt kell csinálni. Jó, ezt is meggyújtom. Meg ezt is. Jó, ez csak kiből a cuccak. Fasza. Jó. Mindjárt följön megyek. Ó, de szimpatikus megoldás. Jó. Eddig jó, és akkor innen merre tovább? Sziklákon kéne kapaszkodnom? Várjunk. Várjunk. Ugye ott van egy fal, amit meg tudok mászni a csákánnyal, az biztos. Viszont... Hüm. Oda viszont nem tudok eljutni. Elvileg... Vagy igen? Nem. Most kéne azt... Megvan. Lelököm megint. Ez hülyeség? Várjál, lehet, hogy marhaságot csinálok. Nem. Ez az. Igen. És most át ide a csákánnyal. Úgy. Ez az. Plusz 250 XP. Jó, oké. Itt egy láda. Úskacok. Na nézzük. Mit rejt a láda? Azt mondja. De mi van ott? Hát mutass már. Sírfosztogatás. A méltatlan sírja kész. Jó. Egyik falu relikvia térgét megtalálva, jutalom a helyszínek felnézés a tab. Na, azt mondjam. Ezek mi? Ja, vissza. Na! Jó. Oké.
Oké. Ez a sír megvolt, srácok. Igazából sokkal egyszerűbb volt, mint gondoltam. Az a repülőgépes rész, az sokkal jobban kifogott rajtam. És megint csúszok. Jó. Szóval sokkal jobban kifogott rajtam, mint ez. Ez tök egyszerű volt ahhoz képest legalábbis nekem. Viszont még mindig nem tudom, merre kéne tovább jutni, hogy a történetbe is haladjak valamerre. Nyilván ki kell most jönnöm a barlangból, de azon kívül, hogy most merre tovább, hát én meg nem mondom. Most hirtelen, de remélem, hogy rá fog jönni. De ha nem, akkor meg remélem, van itt valaki, aki tud segíteni. Térkép frissítve. Azt gondolkozok, hogy itt nincs valami jelzés arra, hogy nekem mi a célom. Ez a kérdőjel, ez mi lehet? Dokumentum? Relikvia? Aha. Jó, hát azt nem tudom, merre kell tovább menni. Ez itt a probléma. Betontica, segítsek, én mindent összegyűjtöttem. Nekem, igazából nekem a fő sztori kell. Mert ugye most az a dolgom, hogy leereszkedés a hegyről a Solari bázisra. Tehát nekem most oda kéne eljutnom. Én nekem most ez itt a cél. Ezek a gyűjtögetős dolgok engem nem annyira izgatnak, megmondom őszintén. Viszont ne kéne így... Krani, lecsúszok? Azt hittem lejjebb csúszok. Ah, megint kijutottam ide. Király. Jó. A sír is megvan. Jó, és akkor... Én nem tudok följebb mászni. Majá, sehogy? Biztos sehogy. Hát nem. Na hát itt... Hát nem kéne átugrani. Ott van cucc, oda viszont át kéne valahogy menni. De hogy? Uha. Várjál már, itt viszont fölmásztam, ugye? Ne úgy! Bazd meg! Hát nem így akartam! Ó, baszki! Nem ezt akartam! Azt akartam, hogy megkapaszkodjon, megforduljon magától, és majd leereszkedek a csákánnyal. Na, jó. Hát igen, nem nagyon akarok húzni, megmondom őszintén. Igen, srácok, én még a igazi klasszikus Tomb Raider-en nevelkedtem. Amikor semmiféle segítséget nem kaptál. Tehát nem volt ilyen, hogy oda mész, és akkor mutatta, hogy ezt meg tudod gyújtani. Vagy rájöttél magadtól, vagy nem. Még tutoriál se volt. Semmilyen. Én azt szerettem, és ha ott boldogultam ilyenek nélkül, akkor szerintem már csak boldogulok itt is, nem? Legalábbis szép lenne, hogyha... Tudnék. Na jaj, most visszajövök akkor. Átugrok oda. Jó, ez még nem volt túl magas. Lepogy itt, és akkor most elnézek megint erre. Ugye ezt a ládát már egyszer kinyitottam. Amúgy jól mondod, Lacorka, azok voltak a szép idők. Nuku segítség! Jöjj rá magadtól! És rájöttünk. Jó, igaz, hogy volt olyan pálya a Tomb Raider legelső részében, ahol 3 napig elakadva játszott, illetve elakadva játszottam, szóval 3 napon keresztül el voltam akadva, és nem tudtam tovább haladni sem erre, mert annyira nem tudtam, mi van. És akkor nem volt még internet. Nem tudtam ott megnézni, hogy nem tudtam videókat nézni róla. Mert akkor sem internet nem volt még, hát, ja. És nagyon elakadtam. Emlékszem, még egy havaromat is elhívtam, akkor viszont nagyon nagy Tomb Raider fan volt, ugyanúgy, ahogy én, és ő viszont kijátszotta, már elhívtam, eljött, és ő se tudott mit kezdeni vele, tehát nem is emlékezett rá, hogy mi volt ott a feladat. Aztán végül is rájöttem, és rájöttem arra is, hogy ez mennyire tök egyszerű volt. De akkor 3 napig el voltam akadva. Hát remélem most azért nem lesz ez, viszont még mindig meg tudom ezt gyújtani. De itt nem tudok följebb... Mi a szarnak gyújtottam ezt meg? Ajá. Na, nekem kell ez. Na. Jó, megvan! Megrángatom, és igen, elégeti. Azaz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak rájöttem. Legalább erre. Hú. Szevasz Normandy Man, hellóka! Hogy?
Érdekek, erre vagyok akadva. Mi az atya, úristen, kell csinálni? Le kéne ereszkednem. A szöveg szerint valahova le. A fene tudja, hogy hova. Viszont össze-vissza, körbe-körbe mászkálok, és nem tudom, merre kellene menni. Akkor most megint feljövök ide, hát ha itt valamit nem vettem észre. Erre voltam? Itt megnéztem, hogy itt van-e valami, bármi? Akármi? Hát... hát nincs. Viszont talán most fel tudom venni a nyilat. Meg a lőszert. Nem. Azt meg megnéztem. De a nyíl hogy mutatja egyébként? Tök jó. Gyerekek. Várj, nem vágom, hát mi a szart kell így csinálni, gyerekek? Merre kell tovább jutni? Viszont itt nem voltam, várjál már, hellóka. Itt van a cucc, ezt meggyújtom. Igen, 3/10. Jó, ezt is meggyújtom. Gondolom ezt most megint be kéne lengetnem, oda szem közt. Mindjárt meglátjuk. Mondom, na! Igen... mi van, ez ennyi? Nem áll. Mi van, ennyi? Aha, jó. Kurva jó. És akkor... lángolott, nekem az ennyi. Itt viszont fel tudok jönni ezen a lépcsőn, na itt viszont nem voltam még, ezt tudom, hogy nem voltam. Ez egyáltalán nem ismerős nekem, nem hát, itt van a cucc. Jó, legalább ezt gyűjtöm, ha már más nem csinálok. Jó. Tehát tudnék vajon ugrálni? Ott van valami cucc. Megint találtam ilyen GPS tárolót. Bakker. Milyen durva, srácok, erre nézek, teljesen jó, de erre nézek, érezhetően leesik az FPS. Még ezt a régi játékot se bírja a gép, full grafikán, nem már. De mi a szar kell így csinálni? Jó, hát én akkor most megpróbálkozok valamivel, gyerekek. Átjövök ide. Azaz, azaz. Igen. Át, oda, igen, lala, mász föl, mász föl. Ne már! Ú, bazd meg. És ha fölmászok, akkor mi van? Akkor sincs semmi. Vajá, Q, most felajánlja a Q-t. Jaj, tudom, hogy izé világít, hát... eddig is tudtam, de mi a szar kell itt csinálni? Elakadtam. Merre kell itt lemenni? Delekig. Nem vágom. Ott van a tábor, tudom. Jó? Tök jó. Ó, ez tele van. Sajnos nem tudok mit csinálni. És akkor megint itt vagyok. De oda meg nem tudok átugrani. Vagy át tudok ugrani? Mert én megpróbálom. Ha leesek, hát leesek. Lara leesett valahova, és ott megállt. Beesett egy fekete lyukba. A szingularitásban, és ott megállt a karakter. De mi a szart kell így csinálni, a gyerekeket? Nem vágom. Nem tudom. Nem tudom. Hát már jöhet a segítség. Nyugodtan beírhatod, mi a segítség. Mert nem vágom, tehát most úgy is tudom, hogy ismerem magam, tehát úgy is tudom, hogy ez lenne most már fél órán keresztül. Úgyhogy nyugodtan írd be, hogy mit kell csinálni, hova, merre kell itt menni. Mert nem vágom, egyszerűen... halvány, segéd, fingom nincs. Hajjaj! Nem lesz ez így jó, Csabinyó. Ja, azt nem tudom fölvenni. Igen, várjál.
Megpróbálok oda fölmászni. Igen, na itt még nem voltam. Várjál, azért erre kell jönni? Erre kellene jönni? Lehet, hogy erre kell jönni. Mert itt se voltam még. Ezt megint meg tudom gyújtani, ugye? Így van. Az a baj, hogy nem nagyon akarom használni a Q betűt. Betoncica. Ez itt a baj. Meggyújtom. Jó, tök jó, nekem meg van gyújtva. Hát gyerekek, én ezt nem tudom, komolyan. Itt nem tudom, ott tudok fölmászni! Van egy fal. Aha, át, aztán már át oda. Jó. Szóval erre kell jönni, azt mondod? Jó. Oké, okay. Nem is terveztem visszamenni, mert ott ugye nem volt semmi, tehát azt tudja, hogy arra nem kell. Viszont itt nem voltam még. Úgyhogy... Ezeket amúgy azért gyújtom meg, hogy tudjam, hogy itt már jártam, vagy ez... Tehát ez csak ilyen jelzés nekem? Ilyen Ariad névfonala, vagy hasonlók? Ezt a házat megnézem. Oda át tudnék ugrani fönt, oda föntre, méghozzá innen. Hát is ugrok. De ott viszont lenn mi volt? Ott is volt valami. Jó, meggyújtom. Aha, aha, aha. De ott meg már jártam. Nem erre kell jönni. Vissza. Úgy. És akkor erre. De most föl tudnék mászni. A kérdés, hogy nem erről csúszom én oda le? Ojjajajajaj! Aha. Na, arra! Kapd el! Na ez az... Nem, srácok, erre tudti, hogy nem voltam még. Vagy voltam? Nem hiszem. Jó, mindegy, itt egy ilyen Buddha. Annyira azért nem butha ilyen fejjel, na mindegy. Már csak 6 ilyen szobor van egyébként, amit meg kell gyújtanom. Oda fel tudok mászni. Na várjál, most nem megyek még sehova. Először megnézem, hogy erre mi van. Mert itt még följebb tudnék mászni. Aztán majd visszamegyek oda és megnézem, hogy ott mi van. Már feltéve, hogyha itt nem lesz semmi extra. Titkos sír, gyerekek! Megint ilyen jelek a falon, fölfestve. Akkor ez a titkos sír lesz. Gondolom. Eléggé úgy fest. Igen. De jó papód van, e. Igen, és akkor... Ez itt mi? Fölkötözött csontváz. Úgy srácok, ez milyen feelinges már. Bejövök a barlangba és is süvít benne a szél. Közben a fákjával világítok a szűk kis folyosókon. Menj már előre. És akkor... itt vagyok. Srácok! Jaj, tán csak nem ez az a rész, amire én gondoltam. Akkor lehet, hogy csak játszottam ezt én még tovább. Na várjátok, mindjárt átmegyek oda és megnézem. Mert volt egy rész, ami nekem még mindig hiányzik. Anyád. Igen, ez az a rész. Jó, srácok, rájöttem. Ez az a rész. Nézzük, képességpontom, van egy képességpontom, ezt azért el kéne használni. Na, azt mondja, hogy ebből már csak a kisöprés, tájékozódás meg a térképészet, ami nincs meg. Na, mindegy, most már rákattintottam. Maximális lőszermennyiség. Ellenség egy ravassággal, hogy ravassággal. Az nem tudom, mit akar jelenteni. De nekem ez a lőszer, ez tetszik. Ezt én most elhasználom. Mert megint nem ott van a... Na mindegy. Jó, ez megvolt. Jó, és akkor még...
felszerelés. Nézzük, el tudom ezt költeni bármire. Van 390-em. Nézzük csak meg ezt. Ez, ez még kéne 10. Jaj, de rossz. Viszont ezt már igen. Ezt még nem, ezt igen. Na, legyen ez. Egy fene. És marad 65 ilyen pontom, amit tuti már nem tudok elkölteni sehova. És látszok, ez volt az a rész, ahova tudom, hogy eljutottam. Igen, ez a szélsűvítős rész. Ez az gyerekek, mintha visszamentem volna a múltba. Ez az. Na, ezt még annak idején, ha jól tudom, megcsináltam. De ennél a pontnál már annyira szakadott nekem a játék, hogy akkor ezután annyian bajtam. De ez nekem ismerős. Ez, igen, ez az a rész. Ez az a rész. Itt ez a ló is. Igen. Igen, igen, igen. Itt megint csak a szelekkel kell variálni, azt tudom. Meg ezekkel a fogaskerekekkel. Jó, megnézzük, mi történik, hogyha ezt én most itt kilazítom. Elfújja oda a szél. Aha, jó. Vissza. Nem tudom, vissza. Nem tudom, vissza. Akkor elzárjuk a izét, szelet. Oké. Okay. Jó, eddig fasza. Ha erre most rámászok, az nekem tök jó. Mi az Isten? A... Szétesett a... Nem tudom. Várjunk. Lényeg az, hogy nekem most ezzel kell átlendülnöm... Oda. Ja, hogy ez így? Állj meg, állj meg, állj meg, állj meg! De ne. Na jó. Akkor... Megvan, megvan, megvan a megoldás. Ismét vissza kell zárnom. Úgy is van. Most ki kell feszítenem ezt, hogy engedje majd lebegni. Vagy lengeni. Egyébként... Igen, így. És erre egyébként annak idején nagyon nehezen jöttem rá, erre emlékszem, hogy rengeteget szenvedtem, pedig most meg tök egyszerűnek tűnik, és nem ugrott be, hogy mit kell csinálni. Na egy picit még... Ennyi, ez a max? Nem már. Ennyi a max. Hát ez így lószar. Akkor viszont lehet, hogy várjunk mégis, aki fog rajtam. Ja persze, mert magasabbra kéne, de... De akkor most már nem érem el. Várjál. Ez nem jó. Visszatekerem. Most kéne megemelni? Megint? Szerintem az van, skacok, hogy az utolsó pillanatban kell ráugrani, hogy még ne ereszkedjek le vele. Igen, feszülj ki. Elkúrtam. Hát pedig ez így kell. Ebben biztos vagyok, ez így kell. Jól kell időzíteni valahogy. Nem, ezekkel van a kezdeni kapásból. Szóval ezt most visszazárom. Igen, megint visszaengedem ezt, vagy hát kifeszítem ezt a kereket. Nem kell a túlélő ösztön, hagyjál! És az utolsó pillanatban kéne ráugrani. Talán majd most? Meg az anyád picsája! Azt! Hogy a faszba kell ezt? Hú, bazd meg! Ajajajajajaj, Csabi! Agyaj, agyaj, jó, hú, ne szarom. Hát... Nagy segítség voltál, köszönöm. Igen, ez enélkül is egyértelmű volt. Várjál. Akkor most még egyszer. Megtekerem. Most ugyanazt fogom eljátszani. Tudom.
Lehet, hogy túlságosan hamar ugrottam rá. De nem jó! Idővel ez csak jobb lesz. Lehet, hogy ez egy hülye félrefordítás is, arra gondol, hogy jobban kéne időzítsek? Jó, hát akkor megint megpróbálom. Nem ezzel kezdjük. Nem tudom ezzel abba hagyni. Na. De, jó van. Igen, Mard. Az a baj, hogy semmi más lehetőség nincsen. Tehát csak ez kell, viszont nagyon jókor kell ugrani. Nagyon jókor kell ugrani. Csak ez a magyarítás is annyira szarul van megcsinálva, annyira magyartalan, annyira rossz. Jó, hát akkor... Hú, gyerekek. Picit húz fel az a liftféleséget, csak egy nagyon picivel. Miért? Meg tudom adni az irány... a... mennyiséget? Jó, és akkor hogy tudom ezt abba hagyni? Így. Hát akkor meg lecsukódik. Nem jó. Picikét hiába húzom fel. Vagy maximum fölhúzom, vagy nem húzom fel. Ne! Na jó. Nem ezzel. Ezzel kezdjük. Szia, Lezu. Igen, most szépen megemelem. Megint rá kell ugranom, de nagyon gyorsan ám. Csak. Jókor. Ez megint korai volt. Aj! Mi? Megfogta a táblát, vagy mi az ablaktáblát, vagy mi az Isten? Hú, gyerekek! Nem szeretem az ilyen feladatot, amikor ennyire ki van számolva. Az ilyet sose szerettem, semmilyen játékban. Tehát ez van. Akkor is meg fogom csinálni. Ha az egész live erről fog szólni, akkor is megcsinálom. Nem, arra sem emlékszek, hogy annak idején ezt megcsináltam-e vagy sem. Lehet, hogy kifogott rajtam, annó. Megint hamar volt. Há? Te ló! Te nem segítesz nekem? Jó. Akkor már sok adjára. Ah, ez a rész. Ez, most már nem nézek, miért maradt ez ennyire meg bennem. Ez a rész. A régi játékomból. Mert valószínűleg akkor is agybajt kaptam tőle. Na. Hamar. Megint hamar. Mindig hamar ugrok. Fú, bazd meg. Gyerünk. Hú. Jó, ha most sem fog összejönni, akkor kitaláltam valamit, mert itt fasság lesz. De! Jó. Akkor most számolni fogok. Lezárom, elkezdek számolni, és meglátjuk, hogy mikor fog kinyílni. Csak hát meg kell próbálnom ugyanolyan sebességet számolni majd mind a két alkalommal, szóval 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Mondjuk 20. Szóval kb. 20 másodpercen van erre. Tehát amikor 20-hoz elérek, akkor előtte kell ugranom. Jó, oké, akkor még egyszer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. És... Te! Szemét! Te! Az meg... Vanyád. Ah. Akkor is, még egyszer próbálom ezzel a módszerrel. Komolyan! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De mi van? Hát akkor mikor ugorjak, basszus? Hát ennél... Azt mondja, később húz fel a liftet, de csak egy picivel. Jó, megpróbálom. Megpróbálom. Figyelj. Miért ne próbálnám meg? Puty. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne! Ott van! Ott! De miért nem kapaszkodik meg ez a köcsök kurva? Köcsök kurva, kúva, kúva, kúva. Nem baj, ez jó volt, bár igazából, várjátok, most azt nem értem, hogy mit számított az, hogy később húztam fel. Szóval érted? Ezt nem értem. Hogy igazából ugyanoda tekerem, ha később is feltekerem, szóval, na jó, mindegy. Akkor még egyszer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nem baj, nem baj, meg lesz ez, meg lesz ez, srácok. Ja, hogy pár másodpercig van fent! Én meg azt hittem, hogy az én súlyom miatt megy le. Ja, hogy ez? Tök mindegy. Ja, így már értem. Ma így már megvan a logika. Én meg tényleg azt hittem, hogy a saját súlyom viszi le. És egyébként le sem enne. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amikor kinyílik az ablaktábla. Jó, most szerintem. Ki van ezt találva szerintem? Basz meg! Ezt most elbasztam. És akkor viszont igazam volt, srácok, a magyarítással kapcsolatban. Szar a magyarítás, ez az idővel jobb lesz, hát ez fasság. Jó, és akkor most. Ahogy kinyílik az első tábla. Na gyerekek, akkor. Srácok, akit a káromkodás zavar, az rossz helyen jár. Na nézzük!
Ismerős, gyönyörű, vajon ez a része csak egy nagyobb, ez része csak egy nagyobb komplexumnak? Hát mindjárt kiderül. Viszont most azon agyalok, hogy nekem ez ismerős-e. Mert ha igen, akkor itt voltam már, és akkor csak megcsináltam korábban is. Mert most ezt így nem tudnám biztosan állítani, hogy megcsináltam. Szerintem igen. Igen, igen, mintha ez nekem ismerős lenne. Viszont megvan a kincs. Kokocs. Oké, okay. Tudom, hogy ez csak egy tomb. Betoncica, tisztán vagyok vele. De hát nekem erről szól a Tomb Raider, hogy ilyeneket fosszak ki. Nem az, hogy harcoljak az ellenfelekkel, mert az nekem rohadtul nem tombos. Az ilyen action izé. Jó gyerekek, ez is megvan. Még egy tomb kifosztva, és mehetek tovább. Ó, ez annyira epik egyébként. Jó, távol tűz most nem érdekel. Megyünk vissza. Le. Igen, srácok, a chatben nem muszáj káromkodni. Nekem lehet, chatben nem lehet. Na, szóval, most mi van? Itt vagyok most. Ja, de hülye vagyok, hát itt a... Kóvá. Na. Ezt meg nem fosztottam ki. Ezek szerint nem. Necik ott maradt. Na de se baj. Na nézzük. És akkor most viszont jó helyen vagyok, srácok, mert ugye itt nem jártam még. Ez a síred így nem volt itt. Tehát magyarán... Akkor viszont várjatok! Ugye ez volt az a pont. Vagy várjál, nem. Várjunk. Oda le tudnék csúszni. És igazából szerintem lehet, hogy jó fele megyek. Sőt, tuti, hogy jó fele megyek. Itt kell lefele menni. Úgy is van. Ó, itt van még egy ilyen szoborka. Jó, 5/10. Király. És akkor oda. Nem ezzel. Úgy. Itt miért nem csúszik le? Nem elég meredek, vagy mi? Itt is van valami megvizsgálandó dokumentum. Ma én még Hoshi vagyok. Jó, oké. Ezt is megtudtuk, hogy ma még Hoshi. Viszont, megint csak oda kell, akkor srácok erre kell jönni. Ugye lefele kell ereszkednem, tehát most én pontosan azt csinálom. Ezeknek a köteletnek a segi... Jó, hát akkor előről. Lecsúsz. Igen, ugye itt már jártam, aztán oda. Igen, és akkor most kell itt. Na, miért váltasz át? Na azért. Jó, és akkor itt erre fölfele gondolom. Legalábbis van itt valami. Van. Na nézzük csak. Hát innen oda nem fogok ugyan átmenni, azt tuti. Viszont itt is van ilyen cucc. Most nekem oda kéne esetleg. Vajon. Mindjárt kipróbáljuk. Főkuszokat, aztán majd meglátjuk. Mi is lesz a lábad? Egy picit gyorsan ereszkedtem, ne törődj vele. Látod, Lara megbírja. És itt van egy cucc.
Megint ilyen GPS tároló. Jó. És akkor? Ne oda, te birka nő! Hát Istenem! Ott van tojás! Kell a tojás! Jó, van tojásom. Nem, úgy értem, hogy ilyen gyűjthető. Na szóval értitek. Igen. Engedd már el! Mi vagy te majom? Várjál már, itt megint visszamászok. Igen. És akkor... Ugye itt akartam fölmászni az előbb. Ez az. Oda át. És akkor innen kéne majd tovább mennem oda, ugye? Igen. Csak hogy itt nem fogok tudni. De ne így! Hát normális vagy? Mekkora egy birka ez te? Az a szőrös kókuszgolya, úgy. Jó, akkor a következő van. Itt én lekapaszkodok. Úgy. És hátrafele ugrok. Lehet itt hátrafele? Ez az. Köszönöm szépen a követést. Ja, köszönöm szépen a követést. Igen. Itt van megint szobor. Úgy. 6 per 10. Nagyon jó. Vagy ez csak ennyi volt? Ide csak ezért jöttem? Hogy a szobrot meg tudjam találni és meggyújthassam? Nincs itt más? Tuti? Hát úgy tűnik, hogy nincs. Viszont... Ja, akkor ez csak ennyi volt. Na jó van. Nem véletlen, hogy ez leszakadva ez itt. Jó anyád, pi... Júj, Lara, ezeket kurvára fájt szerintem. Hajaj. Srácok, ez az alma témát az én csetemen hagyjuk már, jó? Ez itt az én csetem, nem másról kell beszélni. Köszönöm szépen. Akárki is az. Na tehát, itt vagyok most. Na várjunk. Ugye itt volt az, amikor itt volt a sír. Itt bent. Ugye? 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 Igen. És... akkor... Jó. Akkor most vissza kéne menni oda. Ahhoz a másik ponthoz, ezt itt meg fogom tudni, vagy ezt nem fogom tudni elkapni? Várjál, na mindjárt kipróbáljuk. Nem, nem baj, megoldva, így is jó nekem. Igen, itt szépen megint le. Úgy. Itt vissza. És akkor erre is volt valami, ugyebár. Ugye itt akartam fölmászni. Jó van, csak jól emlékeztem. Ja, itt megint szobor. Jó, akkor megint meggyújtom. 7 per 10. Ó, várjál már. Itt is van ilyen lámpa. Amit egyszer, mintha már meggyújtottam volna, de mindegy. Viszont akkor itt ennyi? Srácok, akkor csak rossz fel... Mert erre már nem tudok tovább menni. Azt hiszem, legalábbis. Megint fölmászok. Igen. Itt megint csákány a falon. Mondom, csákány a falon. Ügyesen, Lara. Jó, akkor itt most megint át ezzel. Jó. Erre kell, micsoda? Mármint mire kell? Mi volt róla csak idő? Nem, nem vágom, miről beszélsz, de mindegy. Ah, viszont megint rossz fele vagyok, srácok. Hogy csak vissza. Teljes, olyan, mint egy labirintus ez egyébként. Már teljesen izé. Jó, vissza. Húzd már föl magad, Lara. Na végre. Akkor átugrok. Jó, és akkor erre jövök tovább.
Erre nem. Erre mégsem jövök tovább. Itt, ha elsegjenek, nekem annyi. De akkor most merre? Tényleg is labirintus. Itt viszont be tudok jönni? Hé, itt is van valami jó dolog? Vagy nincs semmi, ez csak ennyi? Á, ez csak ennyi. Na, végre valahára. Igen, az ugye megvolt, akkor most megint átmászok ide. Ugye ott mentem el a szoborhoz. De most nem az lesz, hanem megpróbálok valamerre másfele menni. Csak kérdés, hogy merre, várjál? Most átugrok oda. Igen, és ezzel lecsúszok. Oda? Most leszek jó helyen végre! Itt egy újabb tábortűz. Egy képességpontom van, akkor ez gyorsan is osztom. Na, innen van még hátra, ugye ez a három. Akkor az íjat kéne valahogy módosítani. Öld meg az ellenséget, jó? Ez a ravassággal lesz, nem tudom mi az, hogy ravasság, tehát hogy itt mit ért ravasság alatt, de mindegy. Itt pedig van. Ügyesen használ a piszkot. Igen, ez a közelharc, de azt én ugye mindig kerülöm, szóval nekem az annyira. Csákányra is lehet küzdeni? Ó, nem mondod. Télen szúrod őt egy nyíllal, ezzel megnyomorítva. Hát, ez is közelharca való. Akkor megnézzük mégis csak inkább ezt. Kisöprés. Na jó, legyen ez. Jó. Ez is megvolt. És 330 felszerelés cuccom van. Akkor ezek már nem kellenek. Na ebből van még a teljes folytás, meg a párnázott markolat. Vadász puska. Az jól hangzik. Ja, hogy ez 400. Aha, akkor ezt nem tudom. Ezt tudnám. Legyen ez. Köszönöm szépen. És kacok, szerintem jó helyen vagyok. Szerintem jó helyen vagyok. Erre el tudok jönni. Viszont itt más nincsen. Mondjuk erre is át tudnék oda ugrani. Á, nem. Visszamegyünk. Hát ott van valami más. Megnézzük, hogy itt mi van. Mi van? Mi van? Mi van? Ez megint sír lenne? Bár nem volt most kiírva, hogy sír van a közelben. Szóval valószínűleg nem. Jaj. Jaj, de hülye vagyok. Nem, várjál már. Hát innen kezdtem ma a játékot. Lol, ebből a barlangból kezdtem. Akkor viszont csak arra kell menni, amit gondoltam. Vagy nem. Ja nem, ezt akartam megnézni még a legelején. Na, nézzük csak. Igen. Csak olyan régen volt, hogy teljesen kiment a fejemből. Ott van egy Buddha szobor. Oda át tudok valahogy ugrani esetleg? Innen? Valószínűleg igen. Ez az, megvan. Gyors meggyújtjuk. 8/10, akkor még 2 darab ilyen van, ilyen szobor. Viszont itt nekem erre kell mennem. Vissza ide. És ide föl. És akkor el arra majd. Úgy. Itt föl, körbe, körbe, körbe. Egész eddig. Ó, itt van egy gerenda. Á, te vicc kélek. Ugrunk, és ezt kilútolom. Köszönöm. Ó, itt van a 9. Buddha szobor. Ezen kívül már csak egy darab lesz. Ja. Azt nem mondta, hogy csak ezért jöttem ide. Mondd, hogy nem. De nem. Engedd el. Nem, mert hogy erre is tudok jönni. Várjál. Nekem ez ismerős, gyerekek. És itt mi van?
Semmi nincsen. Ott van valami. Oda át tudok menni. Aha. Itt van még ilyen alkatrész. Meg egy láda. Ami szépen kifeszítek a csákánnyal. Jó, ebbe is volt cucc. És itt pedig... Ezt megint meg tudom gyújtani. Na így. Igen. És akkor... Aha, most úgy kéne, hogy valahogy ezt meg kéne lengetni, hogy ahhoz hozzáérjen, aztán az is meglendíteni, hogy megkapjam abba a zsákba lévő cuccokat, szóval akkor ide jövök. Nem ezt akartam. Na. Úgy. Fasza. És akkor ezt kell meglendítenem mondjuk innen. Na! Gyerekek! Na végre! Köszönöm szépen! Fasza! Akkor itt csak ennyi volt a dolgom, ezt pedig simán meg tudom gyújtani. Az én kedvenc játékom? Hát gyerekek, sok van. Igazán van sok kedvencem, de nem tudnék úgy kiemelni, mert mindegyik másé tetszik. Mafia 1, a Tomb Raider első 3, illetve első 4 része, mármint a régi Tomb Raiderek első 4 része. Desperados, Half-Life 2, nem tudom, sok van tényleg. Nehéz kiemelni közülük egyet. És akkor megint ott vagyok, srácok, ahol a part szakad. De akkor merre kell tovább menni? Na, arra mász ki. Jó, akkor én csak elnézek erre. Nem, most ugyanott vagyok, ahol voltam. Ja, Isten, mert merre kell mennem, gyerekek? Még mindig ez a leereszkedés a helyről. Jó, akkor tovább jövök erre, de tudja, hogy voltam már itt. Hát persze, hogy voltam. Itt öltem meg ezeket a izéket. Itt egy lebegő valami, ami már nem lebeg. Szóval itt öltem meg azt a három faszit. De akkor... Hát gyerekek, én most már tényleg nem tudom. Vagy nem voltam itt? Már csak keverem? Megint találtam GPS tárolót, meg lőszereket. Akkor nem voltam itt. De voltam itt, nem. De igen, mert ez meg itt volt. Az itt volt. Vagy nem volt? Vagy mi van? Vagy egy másik helyen is volt ilyen? És most már keverem a helyszíneket? Oh. Hát de csak jó fele jövök. Igen, mert itt lefele még tudnék menni. És ott is van egy tábor. Jól látom. Jó, hát megnézzük. Óhó. Kapaszkodj. Akkor nem voltam. Jaj, végre már jó helyen vagyok. Oh. Jó, ezek most itt engem keresnek. Valószínűleg itt nem fognak észrevenni, amíg kapaszkodok. Nothing here. Dehogy nem. Na, nem ezt akartam. Anyád! Dugd ki fejed! Szemét! Valahol vannak még. Jó, lootoljunk gyorsan. Meg itt is volt még ez. Nem, hol volt a másik? Hát hármat öltem meg. Ja, itt van, csak föl van akadva ide, lol. Köszönöm szépen a követést valakinek. Aha. Jó van, srácok, végre jó helyen vagyok. Hát, de nehéz szülés volt. Anyád! Dobálja az a szart. Úgy gyerekek, itt már... Itt már keményen tüzelnek.
Na jó van, rohadjál meg. Nem ezt akartam! Pusztulj már meg! Ez is kell. Hú, jó. Aha. Ő is meg van pusztnyúlva, és akkor... Fönt mi van? Le fog omlani? És csak ennyi? És akkor itt alul mi van? Hát akkor olyan nagyon semmi. Jó. Viszont akkor tényleg jó helyen vagyok, skacok. Még mindig ugyanaz a feladat, szóval még nem sikerült megcsinálni. Nincs út, körbe kell vágnom. Na hát, fasza. Mondom, hogy nem erről, hanem a sziklákon, itt fönt. Uh-huh. Ó, cucc. Azt már nem tudom sajnos. Jó, és akkor... Itt nem tudok fölmászni semmiképpen, akkor viszont... Tomáljunk? Most visszajövök ide. Ó, várjon! Ezt meg tudom gyújtani. Ez... Ja, sejtem. Legurul. Mi van? Ez csak ennyi? Azt hittem, hogy legurul, aztán lesz majd itt valami, de nem. Simán, hogyha ide belemegyek. Ja, nem mondod. Na. Aha. Akkor miért mondja, hogy körbe kell vágnom, vagy le kell vágnom? Annyira szar ez a magyarítás. Annyira félreérthető. Ajjajajajajajajaj. Lara! Bazzeg. Na, akkor megint. Kerülgetés. Akadály kerülgetés. Ajja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 j
De mi van? És akkor? Akkor csak erre kell jönnöm. Igen. Azt hiszem, hogy el kell lőni a propeller, de nem. Neki! Megint egy ilyen tüskés szarnak. Neked fél óra volt, még ezen átjutottál? Na, live végéig pont kitart. Igen. Ajajajajaj! Na, megy tovább a folyamat? Huha, huha, az nem jó. Lara, ez így nagyon-nagyon necces. Valamit csinálj már, ne ott, mint egy faszent. Az egy ejtőernyő? Na, nyisd már ki! Shift! Na, jó van, srácok, hova ugorjunk? Pocsinki, jó lesz? Hát, nem. Most kell a shift. Na! Ejtőernyőzés. Jaj, gyerekek. Anyád.
De bazd meg. Nem, én is szeretem az ilyen részeket egyébként. Nem csak te vagy ezzel isáska. Én is szeretem. Igen, nekem ugye a Tomb Raider ugye alapból nekem furcsa az, amikor ilyen jellegű jelenetek vannak. Nekem ez nem annyira Tomb Raider-es, de hát mindegy, ez van. Shift, igen. Anyád. Ajjajajajajajajaj. Ú, bazzek. Nem baj, itt már ritkulnak a fák, és... És... Azt hittem, hogy felszúrodott egy fatörzsre. Komolyan. Csabi, ha már régészt alakítasz, akkor a romokhoz kérem azt az ugrást. Ja, hát igen. Sajnos nem romokhoz ugrottam, hanem valami erdőbe. Igen. Igen. És megérkeztem valahova. Itt már tényleg ilyen japános épületek vannak. Nyomornegyed. Hát mondjuk valóban úgy néz ki. Most azon filózok, hogy vajon... Mi a fasz? Hát te... Mit csinálsz? Hát mi? Hát én megkapaszkodtam. Jó, persze nyilván így volt megjátszva, de... Oké, van a fedélzeten néhány ellátmány. Föl kéne jutnom a fedélzetre. Megkeresni a mentőhelikopterben az orvosi ellátást. Mi? Hol van itt a mentőhelikopter? Nem is láttam, hogy van. Az lenne? Az nem mentőhelikopter, lol. Hol van? Honnan jön a duma? Itt van valami nyíl, igen, azt nem tudom felvenni, viszont itt át tudok jönni? Aha. Fúj, de büdös le, gyerekek! Megyek nyakig a szarban. Szarba vagyok! Hol van az öreg? Fúj! Ez nem jó. Ez nagyon nem jó, srácok. Ez a hang, amit hallok, meg ez a szöveg, amit olvasok. Ez nem valami bizalomgerjesztő, de mik ezek a hullák, gyerekek? Hát milyen büdös lehet akkor itt tényleg? Beleáznak a hullák a vízbe. Fúj, baszki. Oké, hát akkor itt nem először történt ilyen incidens. Nem ezt akartam? Na, az! Rossz fegyver! Az igen! Megpusztult? Tölts már be! Gyerünk! Rohadjál meg! Szemétláda! Jó, tiszta a terep? Vajon? Ullala, nagyon meg vagy betegülve. Alig vonszolja már magát, szerencsétlen csaj. Srácok, aki most jött a live-annak, üdv, elég sok mindenre lemarad, de majd a VOD csatornámon, aminek a leírását, meg a panelét megtaláljátok ott a live alatt. Ott majd másnap viszont lehet nézni. Uh-huh. Itt is van lőszer, ez most már jól jön, mert az előbb azért elhasználtam elég sokat. Ott a helikopter. Aha, ide kellett jönnöm. Gyerünk, Lara, ügyesen, miért váltott fekete-fehérre? Mert hogy szarul vagyok, és időbe kéne följutnom.
Jó, ez gyors volt szerencsére. Oké. Okay. Gyerünk arra. Hova lövök? Jó, hát ennyi. Azt hiszem, hogy soha nem lesz több ember. Jó, most kirutolom, és akkor be kéne jutnom valahogy ide a helikopterbe. Miért nem tudok itt átugrani? Hát ellenkező esetben simán át tudnék mászni. Jó, várjunk. Akkor más megoldás lesz, szerintem. De hogy? Hogy kéne itt bejutni ide? Hát, ez hülyeség. Nem erről? Másik irányból? Elkúrtam? Akkor minek jöttem ide? Remélem, hogy túl fogom élni. De nem, hát erről sem fog tudni bemászni sehogy. Lara, tudsz még ugrani? Az benned van még, hogy átugrasz? Nem. Itt nem tudtam mit csinálni, itt mindenképpen leesett. Viszont akkor csak jó helyen vagyok, srácok, mert itt volt egy checkpoint. Jó. Mi van a helikopter farkán? Nem tudom, mire gondolsz. Léki, nem. Jó, a kötél! Na, köszi, szóltál, látod? Most kancsi voltam. Ez az, oh yeah! Igen, így már szimpatikus ez a dolog. És most már csak meg lesz a cucc, ez az. Csak Mart, ne segíts máskor, mert majd szólok, hogy a kell segítség, jó? Mert szeretek rájönni magamtól. Na, amúgy köszi. Na, legyen már valami? Hát egy öngyújtó. Oké, van egy öngyújtóm. Még nem tudom, mire lesz jó, de gondolom majd csak kiderül később. Ó, tán csak nem tüzes nyilakat fogok tudni lőni. Vagy legalábbis ilyen izzó nyilakat. Ajjaj. Áh. Na gyerekek. Tűznyilak. Aha, akkor jól gondoltam. Szóval nyom egyes, hogy kiválasz a tüzes nyilat. Jó. Oké. Akkor jól sejtettem. Oké, Excite-ot már lehet is bannolni. Az ilyenekre nincsen szükségem, köszönöm szépen. Na akkor megint action. Az kemény, ú, srácok, kell a nyíl.
Honnan lősz? Még mindig élsz? Rohadjál meg! Robbanj! Ez az! Na végre! Ott van! Na még valaki? Anyád! Mellé lövök, baki! Na ezt él túl! Pusztulj! Az egy hordó, puk! Pusztulj! Gyerekek, csak meg lesznek ezek! Jó az a tízes nyíl, ez tetszik? Honnan lő? Bakker! Elmászik, nézek, elmegy! Úgy gyerekek, kiírtottam az egész telepet! Azt hiszem, ennyi volt. Egyes. Ez a sima, még egyszer megnyomom, akkor tüzes. Nagyon király, ez tetszik. Ez nagyon jó. És itt van a tábor. Mindjárt megnézzük a tábort is. Itt nincs semmi. Azt hiszem, hogy... Nem, ez semmi, ez csak egy fény. Hú, ez jó volt. Ez tetszett az a rész, ez kurva jó volt. Na, akkor utolgassunk szépen. Aztán visszajövök a tűzhöz, és elköltöm a dolgaimat, amik vannak. Hú, gyerekek, még egy, még egy, még egy, még egy. Akkor még itt is lesz valahol. Nem itt. Itt sem? Na várjunk. De föl kéne jönnöm. Ott van nyíl. Ez tele van? Jó. Jó, ez is megvolt. Itt is van valami. Ezt nem tudom fölvenni. Oké. Ott volt lent valami. Ja, nem, semmi. De. Alkatrész. Ez is kell. Ó, megvizsgálandó tárgy, egy dokumentumnéző. Nos, ez itt egy kibaszott káosz. Jó. Ezt szét tudom lőni. Igen. Megint lőszer, köszönöm. Na itt még cucc. Oké, okay. Nézzük, mit találunk most. Ezúttal dekoratív inro. Az Edo-kori Japánban a hagyományos férfi ruhákon nem voltak zsebek. Az inrók voltak a miniatűr tárolók. Ezekben tartották a személyes tárgyaikat, mint egy ősi formájú pénztárcában. És van itt bármi dolog esetleg, vagy sem? Hát, nem úgy tűnik. Mindig keresek valami feliratokat, vagy valami dolgot, de nem. Jó. Mindegy, én megvizsgáltam, rajtam nem mulatt. Itt is van egy hulla, köszönöm. Ott van fönn még cucc. Ó, 581, srácok, annyi cuccom lesz már, hogy tényleg tudok megint fejleszgetni. Itt nincs semmi. Itt sincs semmi. Várjunk, és fölmászok itt. Itt meg már jártam, ugye? Hiszen akkor most eljövök erre. Itt csak ennyi, és itt fölmászok. Aha, itt csak ennyi. Jó. Akkor...
Alkatrész. 3x3 puska megtalált összetevő. Jó. Mindjárt megnézzük. Le kéne jutnom valahogy. Ez túl magas lenne szerintem. Inkább nem kockáztatom meg, hogy leugrok. Ott át tudok mászni? Hát mászunk már át. Ja nem, csak oda föl. Akkor ez offos. Jó, lecsúsztam. Jó. Na jó van, akkor tábortűz. Na nézzük. Azt mondja, géppisztoly, fegyvermódosítás, második világháborús géppisztolyról géppisztolyra. Jó. Na. Megint nem tudom. Vissza már. Lép már vissza. Jó, akkor így. What? Meg van fordítva. Mi van? Gyerekek, mi ez? Mi ez a bug már megint? Oh my god. Na, tehát akkor. Képességek, ugye van egy pontom. Azt mondja, tájékozódás, térképészet. Nézzük csak meg ezeket. Igen, használ arra észlelésedet, hogy rejtett jutalmakat találja a környezetben. Jó. Az annyira nem izgat, megmondom őszintén. Akkor. Most már tudom ezt kifejleszteni. Rutinos gyilkos. Ja igen, ez már az előbb is volt. De nekem ez mindig nem kell. Valahogy nem, ez se vonz. Aztán piszkos trükkök. Ja igen. Igen, ez is közelharca vonatkozik. Félreugrás. Igen, ez is volt már. Ezek meg le vannak zárva. Most költsem el valamire? Hát akkor legyen ez. Nem akartam használni, de mindegy. Jó. Akkor vissza. Felszerelés 596 alkatrészem van. És itt volt egy felkiáltó jel. Nézzük csak, hát 356. Ez ugye fokozott sérülés, az szimpatikus. Tüzelési, nem, ez kellett. Igen, én ezt szeretném, ezt szeretném. Jó, és akkor még ez is, nem, erre már nem tudok költeni. Arra sem, 246-on van. Kis pisztoly, ez kell nekem? Aha. Ezt tudnám. De nem kell nekem. Inkább gyűjtögetek még. Jó. Na, ez megvolt. Akkor most tovább kéne jutnom valamerre. Ó, itt is van még cucc. Nem tudom fölvenni sajnos. Szóval tovább kellene mennem valamerre. De hogy? Várjunk. Lepottyanok. Itt be tudok jönni. Van valami cucc. Aha, szét tudom lőni. Jó. Ajaj. Száraz. Szemét. Pusztulj már meg! Fakkerbe, mennyi kellett már lőni? Adott nem cucc? Ja, azt hittem rá, hogy izé, alkatrészes dolog. Viszont akkor jó helyen járok, srácok, mert itt megint voltak újabb ellenfelek. Tárasz! Még egyszer tárasz. Hát távolról azért nem annyira jó az a puska, szóval eltalálja őket, de nem öli meg őket. Igen, eléggé szétszórja a lőszereket. Na mindegy. Várjunk, én most akkor erre jövök. Na szépen átpottyoda. Úgy. Valaki esetleg kukucs, sehol senki, jó. Megint cuccot találtam, srácok, viszont ezek meg jönnek a hátam mögül. Na tehát, fém inro. Az inro általában lakkozott fa, de ez inkább sárga rész. Az eredeti valószínűleg visszanyúlik a 19. századba. Ezen valami esetleg ott van valami szimbólum. De igazából nem sok minden. Jó. Oké.
Jó, hogy megpusztultál. Na ezt pedig először találtam normálisan, mégis meghalt. Ott van cucc. Oda át kéne menni. Ez az. Jó, hogy tele. A picsába. Akkor vissza. Ezeket a hordokat is szétlőttem volna, nem is figyeltem. Hopp. Jó, ezt megnéztem? Nem. Oké. Okay. Ez eddig oké, és ott is vannak hordók. Patkányok, fúj. Ez isten. A hülye bokor. Hopp, itt is van valami. Ez is teljes. Nem jó. Akkor ezek se lesznek már. Nem jó, nem jó, egyik se jó. Teljesen tele vagyok, az a baj. Na, hol van az újabb adag gyilkos banda? Tudja, hogy megint jönnek majd. Anyád! Anyád! Úgy-úgy! Jó, hova lövök? Na jó. Szemét. Jó, ez itt nem buli. Szemét. Ez kell. Nem jó. Honnan lő? Pusztulj már meg! Honnan van? Honnan? Ott van fönn. Jó, most kigutolom őket. Na? Megint csönd van. Jó, oké. Okay. Hú. Jó, ezeket is kirútolom azért. Most már itten lent. Na? Még egy? Na. Jó, ja, azt nem tudom fölvenni. Igen, ez is kell. Itt is van, még ezt azt hiszem kirútoltam. Igen. Ezt nem tudom forgatni? Nem. Jó, oké, akkor irány tovább. Ó, itt is van még cucc. Köszönöm. Arra egyébként ahhoz képest, hogy milyen kis kezdő volt, sőt igazából semmilyen élménye nem volt még, milyen jól meg tudom kezelni a fegyvereket. Meg úgy mindent igazából. Azt tele, jó. Van benne valami? Esetleg? Nem tudok bemászni. Engedj be! Nem. Ott semmi. Itt van megint nyíl, ezt nem tudom fölvenni sajna. Mi ez a lánc itt? Nem erre jövök? Erre jövök. Várjunk, ezeket én kirútoltam? Ja, hülye vagyok, ez nem hulla. Ba meg. De már hát erről jött-e? Ja persze, ott van fönn a tábor. Ó, baszki. Hát visszajöttem teljesen. Hát mi a szarnak jöttem ide? Hát valamelyik másik irányba kell elmenni, szerintem. Méghozzá... Aha.
mondjuk talán erre. Ah, itt szöges rót, az nekem nem jó. Megint ilyen jelzések a falon. Alkatrész. Köszönöm. Ezt továbbra sem tudom fölvenni. Ó, ez egy szar vagy, szegény. Pedig megint egy megvizsgálandó cucc. Dokumentum? Igen, nem. Jádeló, ez a Huan dinasztia, dinasztia kori lehet. Lehet, szóval ismétlés, hogy Kublai Kán elveszett flottájáról? Uh-huh. Jó, szép kis paci. Ott van valami. Ó, várj, ez egy hamisítvány. Made in China. Jaj, de rossz. Igen, rá van írva, srácok. Rá van írva. Ott van. Ott van. Ráközelítek. Made in China. De szar. Jaj, de szar. Ez ilyen poém már. Igen. Ott megint a jelzések. Oh my god. Mi az Isten? Elkaptak? Ba meg. Ja? Azt hittem film van. Kértek. Eltűnik. Fejé kéne megpróbálni eltalálni, de... Na végre. És ennyi? Jó, várjunk. Ad ezt, hogy így fejjel lefele nézni mindent. Ennyi? Mi az Isten? És akkor? Aha, jó. Oké. Okay. Köszönöm. Jó. A vadász puskám is hamarosan megint frissülni fog, azt hiszem. Ott van bent cucc, be kéne jutni. Ja, itt van. Oké. Okay. Ott a malac! Átment a kerítésen a malac? Akkor csesződj meg! Na jó van. És akkor tartom, hogy megláttam ezt a izét. Faszit. Another sacrifice. Egy újabb áldozat. Ez egy jó kérdés. Ó, gyerekek. Hát ez nagyon durva egyébként. Tényleg ezek mi a francot csinálnak? Milyen szekta ez? Csak ennyi? Megint van valami a térképen. Igen, ugyanaz fél démonoktól. Embrace the... Micsoda? Flames. Az Embrace, az nem tudom mit jelent. Jó, oké, akkor ez is megvolt, akkor viszont erre jövök tovább. Van megint cucc. Igen. És akkor most jó felé jövök, remélem, nagyon remélem. Ó, bogyó! Köszönöm. És hogyha átjövök oda a tetőre, akkor van-e bármi? Hát csak annyira le tudok oda csúszni, de én most nem akarok. Inkább jöjjünk tovább. Aj! Mi az anyád? Nem így akartam. Mi az Isten? Na. Na jó, de nem bántam őket most. De ne már! Megint visszajutottam az elejére, most ez komoly! Aj, ne már!
De nem már, most megint előről ezt a részt. Várjál, majd egy fölmászok. Nem tudok valamit rövidíteni esetleg, vagy valami mást találni. Ó, megint cucc. Igen, köszi. És itt mi van? Sámli, jó. Hüm-hüm. Igen. Mondjuk itt az előbb még nem jártam, ugye? Van valami? Azok mit hörögnek már ott len? Idegesítő a hangjuk, barom idegesítő a hangjuk. És megint ott vagyok, srácok, nem igaz. Márpedig nekem oda, gondolom, oda kéne följutnom valamelyik épülethez? Vagy azok csak díszek? Ó, cucc! És kacag, cucc, ezt nem is jöttem észre eddig. Ez itt mi? Hello, itt volt valami. Ó, megint cucc. Oké. Okay. Ne már! Lara, mit csinálsz? Jó, srácok, nekem most fel kéne jutnom valahova. Várjunk, ott van egy kötél. Megpróbálok azzal a kötéllel, hát ha valamit tudok csinálni. Itt a fejem fölött. Ahhoz nem föl kell tudnom, igen, itt mászni. Jó. Itt megint van cucc. Köszönet. Ezt nem tudom fölvenni, ugye? Jó, és akkor várjunk? Nem ez? És ott a kötél. Oda kéne átkúsznom. Vagy nem? Jaj, jaj, jaj! Túl magasan van? Aha, túl magasan van. Akkor ez nem nyert. Nem. Itt megint az elején vagyok, srácok. Az a legeleje a pályának, de nem ár. Akkor viszont mi a szar van? Cucc. Megint találtam. GPS tároló 1/15. Mondjuk esetem, hogy 1/15, de nem... Már volt akárhány per 15 is, nem az egyesnél tartottam. Szóval ez most pályánként számolja? Vagy ez hogy van? Nem tudom. Na mindegy. Aha. Ez talán jó helyben. Itt is jártam már, ugye? Itt volt az, amikor harcoltam ott a... Á, itt nem tudok fölmászni. Föl tudom már venni ezt? Nem, még mindig nem. Ó! Itt fönn nem voltam viszont még az előbb. Vagy de, voltam. Hajjaj, oda kéne följutni, srácok, van ott ez a híd. Az a híd nekem szimpatikus, bár valószínűleg leomlik majd, ha rálépek. Eléggé adnám magát a helyzet, na mindegy. És megint ott vagyok, ahol én már jártam. Már pedig ott a híd. Jó, akkor megint eljövök erre. Ott volt valami? Ja, a nyíl. Meg itt is van nyíl. Jó, azt sem tudom fölvenni. De ez már megint az eleje. Jó, túlélő ösztön. Jaj, ne! Ne! Nem ez kell? Ez kell. Nem? Nem jó? Előbb meg... Hello! Az előbb meg nem engedte. Ezt próbáltam. Igen, és ez az a rész, azt hiszem. Nem, akkor mi van? Várjál.
Ja persze, mert ezt nyomogatni kell, de hülye vagyok. Mi van? Jó, és akkor? A fényes ruhát... Ja, hogy föl lehet gyújtani? Nem mondod. Mondjuk ez a ruha sem volt nekem fényesebb, mint a többi, de mindegy. És akkor majd most, gondolom én. Aha! Értem már. Ez az... Gyorsan átmérhetetlen, nem csukódik, de nem. És látszok, új területen vagyok. Gondolom, hogy itt most volt egy checkpoint. Szóval, mivel már több mint két órája megy a live, ezért én most itt abba fogom hagyni, srácok, elmegyek facsizni. Mert most már ilyes vagyok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, köszönöm szépen az összes subot, ami jött, az összes követést, ami jött, az összes cheert, ha jött, bár most nem annyira figyeltem, megmondom őszintén. Mindenesetre a lényeg, azt srácok, hogy akkor innen fogom folytatni a következő alkalommal. Nagyon remélem, hogy volt tényleg mentés. És aki most lemaradt erről a live-ról, vagy csak szeretné visszanézni, az holnap megteheti a VOD csatornámon, a Csab Ark nevű csatornán. Minden linket megtaláltak ott a leírásba. Ha feliratkoztak arra a YouTube csatornámra is, akkor nagyon szépen köszönöm. Nagyon más srácok, további szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!